itt állunk ezzel a gyalázatos kormánnyal és nyomorult csatlósaikkal szemben. Akik még a magyarságunkat is elvennék tőlük. Most alantas fondorlattal elúrozták az egyetlen rádiónkat is. Immár annyi jogunk sincsen ebben az országban, hogy a saját hangunkon szólaljunk meg az éterben. Politikai páriákká lettünk. Néhány bátor ember egy hete sztrájkolt a televízió épület előtt. Minden pillanatukat áldás kísérje. A politikai elit ragadozókból álló része kizárólagos hatalmat szerzett. Uralmuk rablás, uralmuk arcátlan hazudozás, uralmuk a jogrend látszata, uralmuk a hozzá nem értő összevisszaság. Istenem regnálásuk eredménye, hogy az ország kormánya immár háborúban van a szabad európai világgal. A nyugat, a tőke, a szomszédállamok, az idegenszerűek elleni eszelős hadakozást folytatnak. A mi bőrünkre, politikai agyrémeknek és gazdasági futóbolondoknak van kiszolgáltatva az ország. Nekünk, akiknek a neve számukra csak annyi, hogy dolgozz és adjál pénzt, nekünk, akik számukra csak annyi, hogy eljesej és alászkodj meg. Ez élet magyar hazánk. A lopott pénzeken alapuló zsákmányszerző önként emelik állami szintre. Egyetlen igazi programjuk a hatalmuk bebetonozása, az ellenvéleményt képviselő elhallgatása. Ugyan azt a szellemet eresztették ki a palaszból, mely már többször is romba döntötte az országot. Barátaim, baloldaliak és jobboldaliak, liberálisok és konzervatívak, ne áltassátok magatokat! A nemzet egyik legnehezebb megpróbáltatása vár ránk. A politikai küzdelem több éves fájdalommal és szenvedésekkel teli hosszú időszaka előtt állunk. Olyan erőkkel állunk szemben, amelyek számára nem politikai ellenfelek, hanem megsemmisítendő ellenségek vagyunk. A magyar történelem legsötétebb korszakait idéző viszonyok közé vetették a hazánkat. Azok, akik hazudozással megszerzett hatalmukkal és hatalmuk bűvületében immár vasáskodnak Magyarország polgárain, nem fogják soha önként kiengedni a markukból gyalázatos módon megszerzett hatalmukat. E mostani legitimitását elvesztő politikai elit semmit sem fog önként feladni, és semmit sem fog önként beismerni. Ha nem vesszük a saját kezünkbe politikai sorsunk irányítását. Ha ezt nem vesszük meg, évtizedekig megaláztatás és pokol lesz az osztályrészünk. Akik ma ellenünk az önként gyakorolják, valójában fogjai saját hitvány gondolkodásuknak, saját vacak demagógiájuknak, mellyel a népet akarták megtéveszteni. Ma már képtelenek számot vetni ennek tetteik következményeivel. Még egyetlen lépésüket sem képesek előre látni. Ez a népet megnyomorító kormányzat és holdudvara a hatalmi érdekeink kívül semmire sincs tekintettel, a legkevésbé a haza érdekeire.
nincsen más hátra, mint a szembeszegülés. Isten adta minden erőkkel az ellen a gyalázat ellen, melybe Magyarországot taszították. Amit követelünk, az mindannyiunk joga. Egy hatalmától megittasodott, lassan, de biztosan saját szellemi bunkerébe visszaszoruló gyülemész kormány politikai álmokfutásának vessünk véget. Vissza a szólás szabadságát! Vissza a politikai egyenlóságot! Vissza